Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim! Békésváros önkormányzata, a Békésvárosi Kulturális Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport Nonprofit Kft., a Békési Könyvtárért Alapítvány, valamint a rendezvény támogatói, a Békés megyei önkormányzat, a Békési Öreg Diákok Egyesülete, a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint Izsó Gábor, Békésváros korábbi polgármestere nevében tisztelettel köszöntöm Önöket, városunk országosan is elismert szülöttjének, könyvtárunk névadójának, Püspi Sándor mellszobrának avató ünnepségén. Kedves vendégeink! Mai programunk kezdeteként Michael Stewart Fanfare 5-es című zeneműve csendül fel. Előadják a Szokolai Sándor Alapfogú Művészeti Iskola növendékei, Bíró András, Gyuha György, Antal Zsófia, Laukó Zsolt és tanáruk Bíró Tamás. Fogadják szeretettel! Tisztelettel felkérem Békésváros polgármesterét, Kálmán Tibor urat köszöntő beszédének elmondására. Jó napot kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt a Püspi Sándor könyvtárban, és a kedves családtagokat pedig kiemelten köszöntöm, és köszönöm, hogy itt vannak velünk, és vannak nekünk, mert azt gondolom, hogy egy jeles eseményen vagyunk, és ma nem is nagyon látjuk egymást, mert ez az épületnek a sajátossága és a helyszín, de azt gondolom, hogy nem is látnunk kell feltétlenül egymást, hanem inkább érezni, megérezni azt a gondolatot, amit ez a mai alkalom is szül mindannyiunknak, mégpedig azt, hogy igyekszünk büszkék lenni és odafigyelni azokra az elődeinkre, akik sokat tettek Békésvárosért, akik népszerűsítették Békésvárost, akiknek köszönhetjük azt, amik vagyunk, és úgy gondolom, hogy a Püspi Sándor is egy ilyen személy, és nagyon hálásak lehetünk neki minden egyes cselekedetéért, és igyekszünk is ezt a továbbiakban is majd ápolni és odafigyelni, és ez a mai kis szoboravató is ennek egy lépése, de remélem azért mindenki észrevette, hogy megújult a könyvtár épületének a lenti része, vagy a magának, ugye ez egy műemléképület, és a homlokzatát is felújítottuk ebben az évben. Igyekszünk ezt a továbbiakban is folytatni, és energetikailag is korszerűsíteni az épületet, hogy a későbbiekben talán egy kicsit melegebb körülmények között is majd itt tudjunk találkozni minél többször, mert most azért azt gondolom nem kell senkinek magyarázni, hogy jelenleg miért ajánlott mindenkinek, hogy nagy kabátban legyen, de a hosszú távú terveinkben mindenképpen cél az, hogy ezt az épületet is, és Püspi Sándor nevét, és azt a méltóságot, amit ő képvisel, az épülettel is megmutassuk. Én nagyon hálás vagyok Izsó Gábor úrnak, hogy szívén viseli a városunk sorsát, még így kicsit nyugállományban is, de közben mégis aktívan. És hogy ma itt lehetünk, ez azt mondom, hogy teljes mértékben az ő érdeme, és köszönöm szépen azt a munkát, amit tetti ezért. Kérem, hogy majd mindenki csodálja meg ezt a szobrot, és egy kicsit gondolkozzon, és utána menjünk tovább abban a szellemiségben, amit úgy gondolom, hogy ez a szobor is képvisel, és amúgy, ami Békésváros szerintem minden lakója, aki tenni akar a városért, azt képvisel. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt vannak, és nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek. Tisztelt vendégeink! Tisztelettel felkérem Gellinné Körözsi Eszter nyugalmazott középiskolai tanárt, hogy ismertesse Püspi Sándor életútjának egy-egy kiemelt állomását. Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok. Nagy megtiszteltetés ez nekem, és különösen, hogy a Püspi család
tagjaim előtt mondhatom el azt, azokat a gondolatokat, amiket összeszedtem. Ma itt a könyvtárban, egy könyvtáravatón, egy szoboravatón vagyunk. Hogy ez létrejöhessen, nagyon sok embernek van benne áldozatos és szeretetteljes munkája. Most én mégis Gyumbér Ferencné Gyurovics Zsuzsának szeretnék köszönetet mondani, aki a könyvtárunk alapítványának egy fáradhatatlan harcosa, rengeteg programot tart mindig a fejében, és mindenkit mindig figyelmeztet és számon tart, és nagyon örülök, hogy ezt is most az ő segítségével tudtuk megrendezni. Köszönjük, Zsuzsa! Az ember nem olvashat eleget, és nem olvashat el mindent, amit szeretne, ezért nagyon meg kell válogatni, hogy mit olvasunk. Úgyhogy én most egy új jelszót találtam ki, vissza a püsti könyvekhez. Hosszú távra látják el olvasni valóval az érdeklődőt, az olvasót, és válsághelyzetben pedig életmentők lehetnek. Püsti Sándor 1911-ben a Kastély Zugbani Békésen született, és Budapesten halt meg 2009-ben. Földműves napszámos hadgyermekes családba született harmadik gyermekként. Édesapja a református templom harangozója volt, és sokszor hallhatta, hogy ezt a fiút tanítatni kell, mert igen tehetséges. Ezért be is került a Szegedi Kis István Református Gimnáziumba, ott érettségizett. Azt hiszem, hogy innen merítette azt a gondolatát, amit én szerették mindig továbbadni a fiataloknak, miszerint a fiatalokat meg kell tanítani arra, hogy a kulturális közegben forgolódjanak, mozogjanak. Menjenek kiállítás megnyitókra, színházba, író-olvasó találkozókra. Aki ezt 18 éves koráig nem tanulja meg, az utána nagyon félszegen fog viselkedni, és nehezen találja a helyét. De folytatom tovább. Jogot tanult Püsti Sándor, és 35-ben végzett a Pázmány Péter Egyetemen. Az a könyv, most már szeretném megmutatni, amiből készültem, ez a könyves sors, magyar sors címet viseli. Ez egy parafrázis. Veres Péter paraszt sors, magyar sors könyvére egy kis rájátszás, és majd fogjuk látni a későbbiekben, hogy miért is fontos az, mert a magyar irodalom a sors kérdés. Az, amiről írunk, az, amiről olvasunk, az mind a mi sorsunk, az életünk, és nagyon nem mindegy, hogy hogyan fordul tovább. Amikor Püsti Sándor végzett 35-ben, akkor nagyon sok állás nélküli diplomás volt, 25 ezer, ha jól találtam meg az adatot. Életműve borzasztóan gazdag, ebből én most csak néhány gondolatot szeretnék kiemelni. Püsti Sándor a könyvkiadói tevékenységével üzen a mának. Létrehozott egy szellemi és gazdasági vállalkozást, amelyet egyensúlyban tudott tartani, vagy pedig, ha esetleg mégis zátonyra futott ez a vállalkozás, akkor utána újra tudta az egészet kezdeni. 39-ben hozta létre a Magyar Élet könyvkiadó vállalatot és könyvesboltot. Később ezt 48 után nem használhatta a nevet, aztán Püsti kiadó lett, mert a Magyar Élet kifejezés nem nagyon tetszett az akkori rendszernek. 1966-ig próbálta itthon fenntartani, majd belátva a hiábavalóságot átmentette Amerikába, és 67-től kezdte szervezni, és 70-től pedig Amerikában nyitotta meg. 89-ig ott működött, és 90-től, mikor itt a viszonyok már megengedték, akkor hazatelepült, ekkor már majdnem 80 éves volt, és újra kezdte. És ezt szeretném mondani, hogy ő mindig újra kezdte. A Magyar Élet könyvkiadó a legválságosabb korban vállalta fel a népi íróknak a kiadását. Borbándi Gyula irodalomtörténész így ír erről: a magyar nép és sors legégető problémái az érdeklődés és a figyelem homlok terében maradtak. Ez köszönhető Püsti Sándornak.
Ezek az írások, amik megjelentek, nem csak szép irodalmi írások, hanem esszék, tanulmányok, szociográfiai elemzések. Néhány címet ezek közül. Például László Gyula, a honfoglaló magyar nép élete. Kodolányi János, Julianus barát. Fiatalokkal megnéztük az ebből készült filmet is, igen tanulságos. Karácsony Sándor, magyar nevelés. Évtizedekre volt betiltva. Jó lenne, ha újra olvasnánk Karácsony Sándort. Balla Péter, a magyar népdal kis tükre. Németh László, az értelmiség hivatása. A címek magukért beszélnek. Könyvterjesztésben a Solideo Gloria ifjúsági református egyesület volt a legnagyobb segítségére, akik 100 szón szerveztek táborokat. A leghíresebb ezek közül az 1943-ban megrendezett 100 szói tábor. Ott volt a népi íróknak színejava, 600 ember hallgatta és figyelt egymásra. Ott volt a Németh László, fölvázolta akkor a fenyegető, szorongató német fasizmus veszélyét, és a fenyegető szovjet bolsevizmus veszélyét. És azt mondta, hogy harmadik út, ez a magyar út. Nekünk nem kell mindig másokat másolni. Álljunk meg a magunk lábán, keressük meg a gyökereinket, és keressük meg a mi életünket, és azt éljük, és azt adjuk tovább a gyermekeinknek. Kovács Imre ír az Egyesült Államokban, így írt erről a 100 szói konferenciáról. A 100 szói konferencia volt az 1000 éves történelmi Magyarország progresszív szívverésének utolsó nagy dobbanása. A következő gondolat. Küldetésünk a megmaradás. Püski Sándor így ír erről. A nevem összefonódott a 20. századi magyar történelem legjelentősebb, ma is élő és ható nemzeti mozgalmával, onnan leválasztani senki sem tudja. Nekünk is, mint minden életképes nemzetnek, a fő gondunk a magunk megmaradása, nemzeti jellegünk és kultúránk óvása és fejlesztése. Hiszen csak addig van értelme a magyar névnek, a megmaradt kis országban és a nemzetségek összességében, míg a saját értékeinkkel élünk benne. Hitelben jelent meg 1989 második számában, ma is, ha azt mondhatom, még inkább aktuális. A Magyar Élet kiadó és könyvesház mind itthon, mind külföldön a magyar ajkúak megmaradását szolgálták. Ír-olvasó találkozók, előadó művészek körútjai és a könyvterjesztés szervezésében fáradhatatlanul dolgozott. Csak néhány név, akikkel Amerikában nagy körútakat szerveztek, Jancsó Adrien, Véres Ferenc, László Gyula, vagy Balcó Andrásról is készült egy film, és Los Angelesben a bemutató még hajnali fél egykor 65-en ott voltak, és nem akartak elmenni, és köszönték, hogy élni segít, hogy hozza az üzenetet, hogy a magyar nép, a magyar nyelv az tehetséges, és meg kell, hogy maradjunk. Ezen visszatérve egy picit, 48 után fedd és kap, mert kiadta Sinka István, Féja Gézát, Németh Lászlót. Az 50-es években bezúzzák a könyveket, államosítják a könyvkiadót, hogy megéljen, keramikus lesz. Többször viszi el az AVH, 52-ben, 54-ben, 62-ben, és hónapokig ismerkedik a magyar börtönviszonyokkal. Ezekről keveset írt, de a fiatalok kedvéért mondtam el, hogy ezek az életveszélyes időszakok voltak. Több alkalommal Veres Péter szabadítja ki a börtönből. 62-ben már ő sem tudja, akkor 4,5 évre ítélték, és 63-ban amnesztiában szabadult. Végezetül még egy fontos gondolat. Ezt a
üzenetet. Én a parasztpár vezetőség és az értelmiségiek között egyeztető tárgyaláson mondta el 1946-ban. Bocsánat, egy picit. Tehát a parasztpár vezetősége és a értelmiségiek között volt egy egyeztető tárgyalás, és ő ott felszólalt. 46-ban vagyunk, visszaugrottunk. És ebből a beszédből én azt vontam le, most nem idézem, hogy minden társadalmi szinten meg kell beszélnünk a jövő céljait. Minden társadalmi réteget érint a mi megmaradásunk, és minden társadalmi rétegnek meg kell válaszolnia a maga, a kérdésekről a maga válaszát. Mindenki a maga helyén. Öltözeket kell gyújtanunk, öltornyokat kell építenünk, keresztény és keresztjén hitünk, nyelvünk, kultúránk megmaradása érdekében. Mi egy szorgalmas és tehetséges nép vagyunk. Tegyük a dolgunkat, ahová az Isten állított. Köszönöm szépen a figyelmet. Kedves vendégeink! A következő percekben Rucz Barnabás, a Szegedi Kis István Református Gimnázium 12. osztályos diákjának szavalatát hallgathatjuk meg. Felkészítő tanára Földesi Magdolna volt. Aranyosi Ervin, taníts meg olvasni gyönyörű gyermeked! Taníts meg olvasni gyönyörű gyermeked! Hiszen okos felnőtt belőle így lehet. De ne csak taníts meg! Könyvet adj kezébe, hogy amikor felnő is, jusson eszébe, hogy a képzeletét a betűkhöz adva teremtsen új világot jövőbe haladva. Hiszen az olvasás lelkünk mozivásznán új világba repít képzeletünk szárnyán. Amikor olvasol, önmagadban látod a könyvíró által álmodott világot. Az olvasás közben más bőrébe bújhatsz. Röpke percek alatt bármit megtanulhatsz. Az idő kerekét forgathatod éppel, ami múltba vihet, vagy jövőbe képzel. Láthatod, ami volt, és azt is, ami nincs még. Magadnak tudhatod mások vágyott kincsét. Lehet déjà vu is, amit már megéltél. Egy könyvből már ismert történetbe léptél. Mint színész, ezernyi új szerepet játszhatsz. Álmokat, vágyakat valóságként láthatsz. Bejárhatod szinte az egész világot. Szemed elé tárul, amit csak más látott. Találkozhatsz akár múltban élt személlyel. Lehet télen nyarad, vagy nappalod éjjel. Nem csak képzeleted emel fel magasra, s nem kell más tudása előtt esned hasra, hiszen az a tudás mind a tiéd lehet. Az olvasás ekép szolgálja életed. Több leszel általa, gazdagodsz is tőle. Életedben előnyt kovácshoz belőle. Taníts meg olvasni gyönyörű gyermeked, ahogy elődeid bölcsen tették veled. Hiszen ha a lelke a nyelvtől gazdagabb, könnyebben lebont majd tudást rejtő falat. Az olvasás közben kitárul a világ, s könyvvel a legkönnyebb a tudást adni át. Kedves vendégeink! Tisztelettel felkérem Püski Sándor fiát, Püski István urat, a Püski Kiadó Kft. Résztulajdonosát, hogy a szoborátadó ünnepség apropóján ossza meg velünk édesapjához fűződő gondolatait. Hát én is köszöntök mindenkit, és én is köszönöm, hogy ilyen rendezvényen lehetek itt, ahol édesapám szobrát avatjuk. Itt van a kis családom is, fiaim is. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ez megtörtént végül is. Évek óta erről beszélgettünk már a régi polgármesterrel, másokkal is itt. Tényleg nagyon örülök neki. Miközben itt a trombitások fújták a zenét, eszembe jutott az a történet, hogy a Tarhosi Zeneiskola egyik alapítója, édesapám is volt. Ők is alapítói tagjai voltak, nem tudom, ezt tudják-e. Úgyhogy ez is hozzátartozik, ez az egész történet, az ő saját történetéhez. A másik, amit mindig eszembe jut, amikor hallom, elmondják, hogy
miket csinált, mind ment keresztül, mi volt az ő célja, sajnos mindig az jut eszembe, és ezt sokszor elmondtam már, és mindig egy kicsit csodálkoznak. Édesapám egy ügyű ember volt, neki csak egy ügye volt. És az ez, hát a magyarság ügye. És ezt soha nem hagyta el. Amerikában sem, sehol sem. Tehát ez a legfontosabb üzenet tőle, számunkra is, mint gyerekek számára. Ezért is folytattuk tovább azt, amit ő elkezdett, és amit átadott nekünk, mert nincs más lehetőségünk, hogy ezt folytatni, hiszen egész életünket ebbe éltük meg. Tehát mi ezt folytatjuk. Egy ki, hogyha tényleg komolyan valaki itt a társaságban komolyan akarja megtudni azt, amit ő átment, amit ő végigélt. Igen, az a önéletrajzi könyve kitűnő, de mi egyik barátommal összeállítottunk egy 3 kötetes munkát, aminek az a címe itt van, azért, hogy a Püski Sándor élete a dokumentumok tükrében. Tehát itt konkrétan dokumentumokkal van letéve az, hogy minden keresztül, mi az a 20. század, amit átélt ő is, és a vele egykorúak is, és egy kicsit mi is, akik itt vannak. Úgyhogy ezt, aki meg akarja ismerni, van egy M. Kis Sándor nevű irodalomtörténész, mikor megjelent ez a 3 kötet, ő hívott föl, és azt mondta, hogy István, ha valaki tudni akarja, hogy mi a 20. század, ezt a 3 kötet elolvassa, akkor tudni fogja. Tehát ez a lényege ennek az ő életének is, ezeknek a könyveknek is. És még egyszer nagyon köszönöm Békés városának az, hogy ez a szobor meg lehetett végül is, és a szobrásznak is. Nagyon köszönöm, és csak ennyi. Kedves vendégeink! Mielőtt elérkeznénk ünnepségünk legfontosabb pillanatához, Püski Sándor mellszobrának leleplezéséhez, engedjék meg nekem, hogy néhány mondatot szóljak magáról, a szobor alkotójáról is. Boros Péter, Békés Csabai születésű szobrászművész, aki gyermekkorát Békésen töltötte. Mestere Nadonicki Béla volt. Tanulmányai befejezése után Szegedre, majd Budapestre került. Egy évig Bécsben dolgozott, a Császári vár tetején, mint restaurátor. Budapesten több köztéri szobra is áll, mint például Sándor Csibar egész alakos bronz szobra az MTK stadionja előtt, vagy Hidegkuti Nándor bronz mellszobra a stadionon belül. Felcsúton, a helyi arénában az aranycsapat 11 tagjáról készült portréi, illetve a stadiont tervező Makovec Imre bronz mellszobra. Békés városának Jandjik Mátyásról, Kujás Györgyről és Püski Sándorról készített portrékat. Miskolcon II. Rákóczi Ferenc, míg Szóládon a Nezdehegyen 3 tonnás mészkőbe faragta Baján Kagán arcképét. Békés Csabán a Kacsa család című kompozíció látható. Boros Péter bronzból, kőből készít kis plasztikákat. Ezek közül van szakrális, történelmi és irodalmi ihletésű is. Szobrai mellett készít festményeket és grafikákat. A Munkácsy Mihály Múzeum előtt áll Munkácsy Mihályt ábrázoló szobra. 4 éve ismét Békés Csabánél. Kedves vendégeink! Elérkeztünk Püski Sándor mellszobrának ünnepélyes leleplezéséhez. Tisztelettel megkérem Kálmán Tibor polgármester urat, valamint Püski István urat, hogy fáradjon a műalkotáshoz, majd együtt leplezzék le azt. Kedves vendégeink, szoborátadó ünnepségünk zárásaként kérem, hogy fáradjanak a megterített asztalokhoz, ahol egy kis tea délutáni megvendégeléssel készültünk önöknek.